Na nézzük, megye. Meg igazából ki kéne lőni a hangot a streamnél. Előre be nem jelentett random gameplay live lesz. Volt a streamnél. Király, meg is. Ennyi elég is. Úgyis már régen volt live, akkor most hadd szóljon. Kirakom ide a komment falat is, hát ha valaki kommentelni is akar. Ó, szia Gabi. Na, valaki csak megérkezett, úgyhogy be se volt jelentve. Hagytuk abba. Volt egy valami idegesítő drift, arra emlékszem. Ez végig megcsináltam, vagy nem csináltam. Aha, ez lesz az. Tadd fel a picinyen, pedig már megálltam, mikor... Na. Pedig már megálltam akkor, mikor már régen álltam, mikor a falnak ment. Vagy hát nem is ment a falnak. Hol voltam én már akkor? Szalmat, hogy össze-vissza csúszkált már megint. De bazd meg a kurva életbe, hát most miért nem arra? Anyádat. Faszomat belé, hát az előbb ment el. Ezt nem értem, hogy direkt elengedem, aztán de megint ott van. Hiszem el a kurva életben már. Aha. Nem biztos még semmi. Pláne a Debrecen. Áj! Azért, írd föl. De már. Nem is ért a falhoz, kuszt, akkor meg már régen nem driftelt, úgyhogy... Ja, nem tudom, melyik barom találtak egyébként ezt a 112 ezeret, mert ezt nem lehetett csinálni. Ha lenne forgalom, vagy...
hogy ugye pont az, hogyha nem lenne a forgalom, akkor... akkor egyébként sima így lenne, meg lehetne csinálni, de hát így, hogy van. És ráadásul mindig a legrosszabbkor jön. Most is. Így nem lehet egybefüggő driftet csinálni, hogyha... hát így, pláne, így, meg hogy lehet így, tehát így nem lehet egybefüggő csinálni, hogy állandóan jönnek. De bazd meg, ha... most miért nem álltál meg? Ezt már ezt nem hiszem el, hogy nem, hogy nem bír megállni. Ez annyira. Meg a kurva anyádat, na hát nem igaz. Nem lehetne. Még egy igazság szerint az a baj, mert a 12. szombaton meg munkanap is van, tehát akkor meg nem tudok menni. Faszom beléd már megint a vizen el. Ha nem lenne forgalom, akkor ez egy könnyű sétavalok lenne, csak hát így meg... úgy meg, hogy állandóan jönnek, úgy nem lehet driftálni. Nem lehet megcsinálni így. Nem tudsz hova menni. Úgyhogy állandóan terültettek a résznek, de nem lehet hova menni. Kurva anyádba! Hát nem igaz. Jó. Na végre. De bazd meg, hát faszomat belé, de most ilyenkor meg... amikor meg jó, akkor meg nem számol. Most még egy tudod? De ne oda menjél már, ne oda! Ha másik irányba kormányozok, akkor leszel szíves arra menni. Faszomat beléd! Kurva anyádat kell neked pontot kolbászolni. És bazd meg, tesz, gyere szemből is. Úgy van, menj. Anyádat, de hát nem is jött hozzá! Hát hol volt ott még a fal? Korlát nem volt sehol. Megint az lesz, hogy... emiatt nem lesz meg, hát... mondjuk nem pont, mert ott van 10 000 pontot vett el. Annál meg azért most több kéne. Hát akkor is.
Hanem úgy a Debreceni kiduccanásnál is az lesz a másik, hogy... Meg bizony onnan meg szintén nem olyan lehet 20 óra előtt hazaérni. Bazd meg a kurva anyádat! Ugye Debrecen is olyan lesz, hogy az azt szerintem 20 óra utáni lesz bőven. Mert egyszerűen, hogyha mindent meg akarsz nézni, akkor onnan 20 óra előtt nem élsz haza. Hova csúszol már megint? Hova mész? Bazd meg a kurva anyádat már! Menjél! Faszomat, mit tökölészel itt már, menjél! Ha már ide jöttél, menjél, de mi meg is áll ez a barom, hát ezt. De fasz meg a kurva anyádat, most meg faszal nem tudsz megállni. Máskor meg miért tudsz? De menj már onnan az a sárga szarral te is. Megállj meg a kurva anyádat! Nesze. Megérdemled, bazd meg. Takarodj onnan! De bazd meg nem csinált a korlátozz hozzá a kurva anyját! Hozzá se élt! Mert hol volt még ott a korlát? És már tényleg az kéne, amit elvett. És hogyha nem veszi el azt a 10 000-et, megvan. Akkor meg lett volna is. Mészte a kurva anyádba most már tényleg. Az meg, hogyha nem... És hát hol volt még ott a korlát? Hát olyan messze volt a korlától, mint Makó Jeruzsálemtől. Hát az miért vette el? És hogyha azt nem veszi el, akkor megvan. Nincs befejezve? Ez se. Pedig hát ott a 160 000-es pont, hát nem hiszem el. És mi az, hogy ez nincs befejezve? Hát 160 000 pont és 150 000 kell. Tehát milyen is befejezve, hogyha egyszer 160 000 ponton van. És 150 000 kell hozzá.
A kurva anyádat! A kurva anyádat az! Az meg a kurva anyád! Nesze a kurva anyádat, nesze! És idén nem is volt még Mikulás busz. Se Ikarus, se Van Hul, semmi. A fénytáltva sem megy még. Fasz! Meg, hát de most mi a faszért nem álltál meg? Hát nyomtam a féket már, mióta? Kurva anyádat azt. Meg a jó édes kurva anyádat, de tényleg. Na jó, meg nézte a kurva anyádba most már. És egyébként az megvan, hát itt van. De mi az, hogy nincs befejezve? 164 ezer pont, 150 ezertől megvan. Akkor meg mi a fasz bajod van már? Na. Jó, ez nincs befejezve, jó, akkor ezt befejezzük. Döntsd ki a kurva anyádat, jól van? Én nem megy, se a DP, se a DP-t nem csinált. Most valószínűleg úgyis a DP 206 lesz. Hát a Mikulás busz annyira már nem érdekel, az ugyanolyan minden évben. Fényvillamos most az megy most is már, az a kettő, ami van. De a dátor az még sehol nincs. Szerintem most nem a hívnél legalábbis, nagyon nagy a csend volna. Eleve a vízéről nagy a csend. Eldugták címkotán ott a legmélyébe és ennyi.
hagyma abba a lassítást, emiatt fognak megelőzni. Nem, hát az most jegelték egy rendőre szerintem a... amiatt, mert ugye kéne a kavisbányához valami olyan bizbel, hogy kevesebb élő munkaerő kelljen. Meg gondolom, hogy egy rendőre a járványügyi helyzet miatt sem nagyon akarják erőltetni ezt a bevásárlójáratot. Hát meg olyan állapotban, vagy hát úgy, ahogy csinálták, hogy csak munkanapokon és csak délelőtt ment, hát úgy nem csoda, hogy nem voltak rajta utasok, mert ez a lehető legszabadabb időpontokban ment. Hát gyakorlatilag ilyen 11 óra, vagy egyetért dél körül már elment az utolsó járat. Akkor odaért be kezére a kerepesre, és akkor már vissza se jött. Tehát az meg ugye szintén olyan, hogy akkor ki ér el, tehát akkor akkor nyilván nem ér el senki, és ezért nem is volt rajta utas. Hát igen, meg tényleg, hogyha visszaépítenék a felső vezetéket, akkor már is megjön, már könnyebben menne a dolog. De nem, meg akkor is kéne oda egy vízbe, hogy ne ezért ne kell egy váltókezelőt állandóan oda kiposztolni, mert aki fedezi az útját, járók, meg dobja a vasat. És egyébként régen ez a vízben meg is volt, csak leszerelték, de hát hívnél az nagyon ment a 90-es években, hogy rohasztjuk el a meglévő dolgokat is. Gyakorlatilag semmilyen ellenállás nem volt, tehát kitalálta a BKV-nek, pont barnaköpenyes vezetés volt, hogy akkor most minden váltót lehetőleg spóroljunk ki, meg a villamosvágányokból is bontották ki a visszafogás lehetőséget, de ott legalább volt némi. Tehát azért egy-két dolgot ott meg tudtak akadályozni, hogy azért ez mégse kéne. De hát látjuk, hogy meg volt régen az a Soroksár Haller Delta is, amit most azért több hónap alatt meg drága pénzért kellett visszaépíteni. Az régebben meg volt, csak kibontották, hogy volt a Móricz Zsigmond körtéren, és egy kapcsolat a körúti villamosok, mert Új-Buda központnál is volt, amit szintén Gordmongyói téren volt kuvakvágány, ahol tudtak fordulni a villamosok, azt is kinyírták. Óbudai kocsi szintén, hát a Hévnél meg aztán rendszerűbben ott még inkább volt, tehát Gödöllőn is volt egy Gödbanszki térő, ami azért néha jól jönne most is. Bár az úgy tudom, hogy az megvan, a váltók megvannak, csak a vízbelt azért dobták ki a kukába. Tehát, hogyha nagyon muszáj, akkor valaki ki tudnak rakni egy embert, akit tudja dobálni ott a váltókat. Viszont a Láckerén az egyvelgányú szakaszon rengeteg vizért állomást kinyírtak, úgyhogy ott pedig régebben még sebes vonatok is mentek, amik nem álltak meg mindenhol, és akkor nem 74, hanem 50 perc alatt eljöttek, azt hiszem. Láckevére, és hát az népszerűek is voltak, hát az ennyiben kis vésvűen népszerűek voltak, meg is szüntették őket. Most pedig már nem lehetne, mert ugye nincs hova keresztezni. Hát azért szerintem ezért jobban néz ki. Nem vetszeniek.
No. Opa, son bajid. Ezt nem most csináltam meg? Ezt most csináltam meg, ember. Azért vannak itt érdekes dolgok. És itt is ott a legjobb idő. De elvileg nem csináltam meg semmit. Vannak érdekes dolgok. Kurva anyádat, hogy neked is pontot kellett jönni, pedig már majdnem megvolt. Csemedin még nem is kevés ahhoz képest, amilyen az egész év, tehát... Jó, ez megvan. És hát ugye nyilván, hogyha kimennek el Lepestre, plusz Csemedin még lehetne ott a déli részen is egy megállót csinálni, és akkor azt a részt is feltárná, akkor meg még inkább nem volna probléma azzal, hogy nincsenek utasok. Nem, mert mondjam, hogy csak az északi rész van kiszolgálva, a déli nincs. De ott is lehetne egy megállót csinálni, ott van egy ilyen azért aluljáró. Töltés alatt, ahol egy földút átmegy ott a temető felen, ott például simán lehetne, és akkor azzal már is ki lehetne a déli részt is szolgálni. És ott meg is van a hely a megállónak. Tehát egyébként nagyon nem is kéne sok mindent csinálni, mert ott van a hely. Szegedán viszont idén is lesz 3 fény, de most meg lesz fénytól is. Szóval nem csak Debrecenbe kéne lemenni, hanem Pocsajra is az MD-mothoz. De csak két közös, hát akkor ez kurva jó.
Szerintem úgyis simán meg lehetne csinálni egy nap alatt. A hátra lévő, csak akkor csak oda reggel kéne polgárra indulni. Akkor simán meg lenne. 30 km, tehát igaz, hogy kicsit erőltetett meg benned, de meg lehet csinálni. Nem mondom, hát így... Én nyomtam már le 30 km-t. Hát nem, meg inkább a Gödöllői mennél most a... A Ráckevei, a Szentendrei, meg a többi hív, az fog kapni új szerelvényeket. Mert ott egyszerűbb a dolog, ott megvan, hogy milyen kell. Viszont a Gödöllői az nem ilyen egyszerű, mert ugye ott olyan kell, ami a metró alagútba is tud menni. Nem, az úgy lenne az igazi. Mert meg ugye a Gödöllőjén ott nem nagyon volt azért ilyen átfogó felújítás, mert a Szentendreinek a belvárosa itt a Budapesten belüli szakaszán már megtörtént. Ugye vízbelvel mindennel. Hát ugye a Csepelin is valamennyire azért szerintem ott is volt. Ugye legalább állag meg a Gödöllőjén meg. Tényleg csak ilyen nagyon tűzoltási jellegű felújítások voltak, meg karbantartások. Ugye hát itt még annyira nem volt vízbelcsele, hogy még a Balrahajcs is megmaradt. Ami egyébként például itt annyiban még jó is, hogy ugyanazon az oldalt van a peron, mint azért a buszoknál, úgyhogy például nekem az igen, annyiban jó, hogy kiállok a peronra, és akkor mindegy, hogy azért a hívjön elő, vagy valami busznál, mert ugyanott kell rá felszállni. Tehát nyugodtan mehetek azzal, ami előbb jön. Mondjuk így is néha van olyan itt a menetrendben, hogy szinte egyszerre elmegy minden. Elmegy a hív is, meg itt az összes busz, amelyik itt megáll. Aztán utána jó 10 percig semmi. De azért van, amikor az jobban is működik, hogy... Ja, hát jó, most látod, hogy pont elment a hív, akkor tök mindegy, mert néhány perc is jönni fog a busz. Vagy fordítva. Feleslegesen szaladni mondjuk egy 44-es busz után, mert hogyha az elmegy, megy, akkor úgyis mindjárt jön a hív. Az meg ugyanoda megy. Tehát van amikor előnyös az, hogy... Van, viszont ugye a Balrahajcsot már meg kell szüntetni felújításkor, de hát ez az egyetlen vonal, ahol még megvan. Itt azóta nem volt felújítás, ugye be lett vezetve, vagy legalábbis vízbelcsere nem volt. És ugye ez hosszabb távon szintén nem tartható. Az nem ebben van, a súvos az a mostrantitben van, amikor már ugye súvok jönnek. És le kell rázni, az ilyen rendőri kergetőzés van. Hogy előzött meg? Jó. Valahol biztos talált egy rövidítést.
giusto, sì, quando devi iniziare. Na jó. Hát az eddig se volt. Legalábbis így külön meghirdetve nem volt. Na jó. Hát szerintem eddig se volt. Viszont fénytaxi az lehet, hogy lesz. Nem, hogy az már volt. Volt, amikor fénytudés volt, fénynyi, de most már fénytaxi és még együttállás is. Hát azt nem volt egyszerű szerintem leszervezni, de azért nem volt semmi. Ilyen nem is van. Szívőség, ami szintén is befejezve. Lekövesztem az utolsót. Ja, végül is. Az például simán működne tényleg. Aztán hogy menne pintjőkre is egy gyillamosra nem mondta. Ám meg nem tudom, hogy ezért vezethet a UV-t.
De ez 34. Az nem is egy rossz idő, csak... Na, és nyomjuk neki, mint az állat. Az meg. Na gyere. Vagy legalább most már csutkán van a mikró. Az meg elég lehetem fordulva, de nem baj, sikerült. Fémet róla lenne az igazi. Bár még most már nagyon lehetne itt három megcsinálni, mert ugye már a csak a Aston van meg Panda, és egy fehéren meg nem mutat jól a fényjárni. Csak verseny van. A fehér metróra feltennék a fehér pénzt, viszont például a föld alatt fel lehet díszíteni az egyiket. Például az egyik ganzot a kis metrón, az megnézném ilyen fényesbe. Az például érdekes lenne.
se baj, már mindjárt vége. Ja, mondjuk egy fénytamada se lenne rossz. Júsi X pedig még legjobb is van. Toljuk neki, mint a gyerek. Most Béláig. Ez már az utolsó, most pedig zöngve. Volt, aki lengesse a kékzászlót neki, hogy engedjen el. Fú, az utolsó erőtét is sikerült lekövezni. Hát pedig mellette mentem. Ez mi volt? Hát nem is akart, hogy... Mellette lévő sávban voltam, azt mondja, hogy figyeltem is direkt. Nem voltam ott mellette. Ugye beért a célba. Ez az. Hát pedig ez meleg volt, mondjuk. Ez az én meleg volt a végére. Ez meg a
Hát az semmi nem maradt abból. Már az gyorsan elfogyott, de van még. A 4-es szinten sincsen semmi, úgyhogy meg megnézem az 5-eset. Aztán nem tudom, hogy ott hogy állunk, meg a 3-as szinten ott van még az egy gift, amit nem tudtam megcsinálni. Hogy majd azért, hogyha azt mondja utoljára, és akkor oda kell egy hátsó felékhajtás autót, vagy valami másikat, amivel jobban lehet csúsztálni. Utolsó kör, és már nagyon a vége fele.
itt lehet már akkor, hogy például ekkor előbb a biztonsági játék, hanem hogy inkább lassabban, meg jóvatosabban a kanyaroknál, és akkor nem belemenjek valakibe, mert azzal több időt lehet veszíteni, mint azzal, hogy hogy inkább előfék ezek a kanyaroknál, meg próbálkosabban, meg pláne itt, ahol bármelyik irányba jöhetnek, elég jól kikerülni. Mert véletlenül sem menne a lébe egy centit se, csak amikor már kerülném ki, akkor. Jó, ennyi. Hát, balotakosok kívülzelünk, hát végül is el lehet, csak hát legyen az, hogy jutunk el palotabosokig, plusz aztán bár még ott a vasútában másnál otthon a múzeum, tehát még ott előtte lehet valami. Tehát kérdés, hogy ott mennyire járható a pálya, mert palotabosok kívülzelnek. Ott lehet, hogy egy múzeumban valamennyire kipuszolta, meg Vémérnél is az van, hogy az állomás épület előtt egy picivel már járható. Nincs befejezve, de van a legjobb eredmény, tehát akkor ez most hogy? Szágúti lifteknél is az lenne úgy az igazságosabb, hogyha neked megy a forgalom, akkor nem dullázna a pontjaidat, mag csak megállna a számlálás, mert arról te nem tehetsz, hogy neked jönnek. Az minden esetben eléggé egy kibaszás a játékban, hogy azt így írták meg, hogy ha neked jön, akkor nullázódik a pont, pedig hát arról te nem tehetsz. Tehát azt igazából úgy kéne, hogy jó, akkor nem nullázódik, csak abba hagyja a liftot. Már még az is eléggé szar, mert nehéz úgy sok pontot csinálni, hogyha állandóan ezeket a mazsolákat kell kerülgetni, akik össze-vissza kódicálnak, kiszállítottak a pályán. Tehát így zárt pályán meg hát látjátok, hát ez olyan egyszerű, hogy mit a fajék. Ennyi. Jaja, játszik, keyboard. Jól magyarul. Hát ez... Beálltunk, mint a szöbb. Na ne! Most ilyenkor mi van? Kicsit meghűlt a program. Mint egy csöppet megkiült volna. De hogy ez hogy jött neki össze, azt nem tudom. Vagy írta a sok őzé minuszt, és folyamatosan növekedve. Miközben mögöttem volt az összes. Na, de se baj. Na, volt egy kis megkiülése. Most, és ugyanúgy megyek most is, és most meg nem. Van én egy, hát.
lényeg az, hogy helyben áll az adat. Úgyhogy egy jakkerék vagyok. Lepedeztem az összeset. Vagy hármat lepedeztem. Ja. Pedig tényleg lepedeztem mindent. Mondjuk ja. De a zöldben állnak egyébként, igen, tényleg vannak. Ezt én is láttam. Érdekes, hogy ezért, hogy ilyen sok bennem fejezet van. Miközben egyébként van a legjobb eredmény, tehát igazából ezt nem értem. Már pedig, ha van a legjobb eredmény, akkor biztos, hogy befejeztem, mert hogy addig játszottam, mert nem lettem első. Egész jók vagyunk már. Mindegy. Szép nem mutatott volna a sikerül, de... Yeah.
De eddig fal megvan, én voltam is ott. Még tavaly. Hú, még egy... Jaj, tehát... Ez nem ugyanaz a drift? Ez olyan ismerős nekem. Szerintem ez dettó ugyanaz. És ez volt a hármasom is. Yes. Mondd, hogy megálltál, ugye? Hú, ez igen. Éppen, hogy megállt előtte. Az meg! Meg pedig már csak van hátra. Aj, nem igaz, nem igaz. Menj már onnan! Az meg, hát azt nem hiszem el. De még egy. Megvan. Na, akkor ezek szerint megvan, azt hiszem 112 kellett. De megvan. Ezt elfogadta. Verseny most ne csináljunk, van sprint. Még meg van csinálva. Drift. És nincs megcsinálva. Bye bye. See ya. Hú, de micsoda mondod, hogy batárdögökkel is vannak benne, mert ez nem hiszem el.
felírta. Ha igazából mindegy, mert benn vagyunk. Egyébként mindegy. Ez gyakorlatilag. Stílus, viszont azt megcsináljuk még. Hát ja, mondjuk azért járványügy és több helyen van, aminek tényleg semmi értelme, tehát... Ez olyan értetetlen dolog. És hát igazából azok vannak veszélybe. Most nagyon nagy járványügy menetrendnek vannak, tehát ott az gyakorlatilag egy halállista. Mert akkor bármikor bezárték, csak hát most meg... Ezt így elnézve már semmit nem lehet biztosan mondani, tehát amikor például azért Gyöngyösi vonalon is ott volt azért a járvány, hogy valami lehet rendesni, és akkor igazából már nem lehet semmi, egy biztosan megmondani egyik vonalra se gyakorlatilag most halálistás vagy nem. És már nem csak mellék vonalak vannak veszélybe, hanem bármi, sőt még olyan vonalakon is meg volt a járvány, hogy bennél a biztos pótlás, ami aztán tényleg nem lehet rámondani azt, hogy kis forgalmon meg nem utaznak rajta sokan. Még a Csordapápán is voltak, hogy egyébként föltek járnak a villamosított pályán, vagy a Bajánsegei, ahol szintén ilyen villamosított vonalról van szó. És egyiken sem volt kicsi az utas forgalom, sőt most se az. Meg gyakorlatilag meg most, amikor tényleg járványügyi helyzet van, ahol még a fővonalakon is lecsökkent az utas forgalom sok helyen. Most itt pláne nem lehet semmi, azért mérvadó, semmi önbeszámlálás, meg semmi, hogy akkor most nincs utas, mert nyáron is, meg tavasszal is volt olyan vonat, ahol vagononként egy-két ember volt, én is volt szín is akár, mert hát ugye home office, meg maradjon otthon mindenki. És hát akkor tényleg az volt az első hullámban. Még inkább ment ez a aki lehetett dolgozott otthonról, meg ez az otthon maradás. Yeah.
Hát igen, legalább a hétfélföldeset visszaadhatnák. Tehát az egyáltalán nem volt kihasználatom a hétmérföldes, tehát legalább azt vissza lehetne adni. És a teljes kiállási korlátozás nem is volt. Hát igen, igen, korlátozás az volt, de hát... Most van tilalom, de hát az se teljes. Így se. De hogyha másért nem is érnének az ajtai működtetni, de a hétmérföldes ér, igen. De az tényleg, és hát ugye nyilván nagyon kevesebb utaztak rajta végig, az elektronistikát. Igazából tényleg csak egy-két elvetem, mint én, aki végig is utazott rajta, tehát az valószínűleg abból tényleg kevés van, viszont azért például Zajtáról Debrecenbe is mentek a kollégisták vele, és azért lejött úgy a csörgő, meg hát igazából az is érdekes volt, hogy már akkor is, hogy a csörgőt Szeleri mellette küldték le, ugye a mellettrendszer szerinti vonat után. Tehát igazán meg is lehetett volna akkor hirdetni, ugye, hogy odafele is vigyen utast. Mert az nem került volna semmibe, mert a szerelvény úgy is megy fehér gyarmattól, tehát hogy akkor menjen le úgy is, hogy megvan hirdetve és utasokkal, ma a személyzet is rajta volt. És egy gyakorlatilag hát nem is Zajtán, mert Zajtán tényleg nem sokan szálltak fel, viszont ott álljon, mikor én ott voltam, akkor hát gyakorlatilag tele volt a peron, és mindenki, nyilván kevesen utaztak végig, tehát a legtöbben azért leszálltak Debrecenbe vagy Szolnokon. Úgyhogy bárhol, mert ugye ezek kollégisták voltak főleg, tehát ha hatalmas utazótársák, most a többi megcsapattal így megszállták a vonatot, nagyon sokan felszálltak a Rosálynál, és ez három éve volt, mikor arra jártam és azzal jöttem haza. Úgyhogy mondom, hogy ha valami, akkor az kihasznált vonat volt. Amíg sokan szálltak le, meg föl Debrecenbe, meg Szolnokon is például, Nyíregyházán, és ugye ott is van főiskola. Egész jó kampány videója volt egyébként, egyszer végig a Májó főiskolájában, nem tudom, hogy fenn van-e még a YouTube-on, de akkor azt nézte mindenki, az hatalmas volt. És mintet most nem csinálunk, az hosszú. Na, ezt megcsináljuk, ez megint. Hát ezért jó volt az a közvetlen vonat, de mindenképpen nyomat így. És már akkor is úgy ment egyébként, hogy egyesítették Debrecenbe egy másikkal, tehát egyszerűen hozzákapcsolták a kocsikat. Hát ugye nyilván ott azért leakadt a csörgő is, tehát hozzácsapták egy másik vonathoz a kocsit. Ugyan kocsikat, és úgy ment tovább. Hát meg igazából a Mátészalkai térségen is lehetne egy régiófejlesztést csinálni, hogyha valami hasonló megtörténne, ott mondom, hogy ilyesebb csinált a Szent Gotthárdival, meg amit majd fog a kőszegű vonalával is, teljes felújítással, akkor ott is lenne átutas, meg ugye szintén lehetne, hogy az Ajtánál is visszaépíteni ezt a pár kilométert, hogy ki lehessen menni Szatmárnémeti, Csengernél is, ugye a határátmenet az szintén csak pár kilométer kérdése a vasútállomástól. Ugye a Tibor szállásnál meg is van a határátmenet.
Hát itt azért lehet menni, tehát van ott még potenciál, hogy el... Tehát a Máté Szalkától nem csak Debrecen van közel a négyen központ, tehát hogy munka lehetőség, stb., hanem igazából Szatmár Német is. Tehát ott is lehetőség, és hát ugye EU van, tehát gyakorlatilag még éppen még nem Schengeni határ, de előbb-utóbb az lesz, tehát. Tehát megint ott tartunk, hogy, azért, hogy érdemes lenne. Na, még egyszer megpróbáljuk. De a faszomat beléd, hát nem hiszem el. Meg a kurva anyát, hát ezt nem hiszem el. Pedig ez még jó is lett volna. Nem, mert itt meg az is baj, hogy egyszer a kormányzás is szar. Nem tudom, ebben a pályában lehet, hogy beleszkritteltek valami mást is, mert egyszerűen, hogy még véletlenül is arra megy, amely a kormányozol. De szerintem direkt csinálták meg, megint nem ne lehessen megcsinálni. Vagy lehet, hogy kéne egy hátsó kalipajtás autóra váltani, vagy nem tudom, mert ez így viszont nagyon tré. És hát ez megint ez, hogy ez a barom arcú, meg jön. És persze, hogy nyilván, hogy ne lehessen kikerülni. És elbassza a liftemet. Az olyan volt. Ne fordulj ki arra! Hát most ki mondta, hogy fordulj arra? Ki mondta? Nem is kormányoztam arra. Azzal már csak a féket nyomtam, hogy álljon meg, mert már meg volt a lift. Megint össze-vissza megy, már megint. De hogy még ezt is elveszi, még ezt is elveszi, vagy a kurva anyádat nesze. De ez meg most mi van a kurva? Hát, takarodj már innen, mi van itt? Hogy kerülsz ez ide? Kurva anyádat azt. Elkezdtél számolni, igaz, hogy csak egy kis fázis késéssel. Na. Utána végre, ez mondjuk legalább jó volt.
Ei, 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 es ist gut. Nein, nem már, legalább most ne csináld. Pedig már nem, nem állunk rosszul. Csináltam a 40.000-es driftet. Bambám, azt jelentem, meg is van. Hát jó. Ja, hát egyébként lehet mikróban izémideli pizzát csinálni valóban. Úgy mondjuk nehezebb felgyújtani a konyhát, az igaz. De hát úgy nem az igazi, mondjuk szerintem. Meg van, amelyik nem fér be a mikróba. De hát az csak egyszer sikerült, azóta már egyszer-kétszer csináltam ideli pizzát, és nem mindig lángolt a konyha. Csak az ugló felé látok közé szirénázó tűzoltóautót menni, akkor lehet, hogy sütök valamit. Ez sincs befejezve, pedig mi a legjobb fel is van. Hamburger az lehet. Sejburger esetleg. Bár mondjuk azt azért, hogy van ez a spárba készen lehető izé. Sejburger. Azt viszont tényleg azért az annyi meg kell mikrózni. Meg én felszoktam javítani azért, hogy tudom, hogy rakok bele még némi sajtot, mert abban kevés van belőle, meg hagymát, meg ilyesmit. És akkor úgy egész jól feljavítható. Csúszkál, mint a jövőjét. Az az egy kanyar, amit nem lehet normálisan belenni. Hát van mézes falás tér is, ott Rákos papadban volt a mávteletnél van a mézes falás tér. A 62-esnek a hulok végállomása Rákosmarot a más felek ott van.
A vízes kalácsot biztos nem fogok kütni. Tam da kuat itu kan. Igen, az egészen pontosan. Azt a szombaton és vasárnap lett bejárva. Ja, hát igen, meg lehet rendelni a pizzát, de azt nem mi készítettük el, bizony. Hát igen. Minden játékban lehet káromkodni. Első két pálya ki van maxolva. Ja, mindegy, van egy Victor, de az meg van csinálva. Csak a program ugye hűl. Jó, hát azt most hagyjuk. Szerintem azt már most nem fogom, az túl hosszú. Itt is. És az egy nincs meg. Itt is körversenyek nincsenek, csak meg. Hát ezeket majd egyszer meg lehet, hogy megcsinálom, lehet, hogy nem, igazából ez már nem érdekes így. Hosszú sprint is van. Hosszú körverseny, de nagyjából ennyi. Na, mindegy, akkor ezt majd legközelebb, most már nem. Ennyi elég volt most már belőle. Hol van a... Na, kérem vissza a kózalomat, köszönöm. Ennyi, és ki is lépünk. Na. Mit is írtatok? Hát, bizony, és egy pár újra is lett nyitva. Aztán utána jött a két vonatos aligi menetrend az urainított vonalakon.
És eleve is ilyen, ezért ilyen szar menetelen, de ennyit újra. Még a pápa csordna a szádon pár vonattal, aztán rögtön levették kettőre. Hát, az a baj, hogy igen, hogy tényleg nem. Bár igazából nincsen sínhiány, meg őszelvény belógóval se, tehát ezt az viszonylag könnyen rendbe lehetne tenni. Egy gépláncot kéne ráengedni, meg ugye a betonaljaknál tiplicsere, meg a korhat alfákat cserélni igazából. A sínnel olyan nagy baj nincs is, mert jobb a rész 48-as. Az egy 60-as műzés tempóra bőven elég lenne. Csak ugye betonaljakat kéne letenni. De hát az mondjuk rengeteg van bontott, tehát igazából bontott anyagokból dalfákat betonaljra cserélni, ugye egy gépláncot, az csak végig kéne rajta zavarni. Úgyhogy fel lehetne azért húzni 60-ra, mondjuk polgári simán, és akkor ugye a polgári ipari parkból már kijárhatna a tehervonat is, plusz ugye akkor, hogyha 60-ra felhúzzák, akkor akár a BZ-vel, mondjuk a karcakét leküldeni tovább, úgy még a személyforgalom is jó lehet. Csak ugye nyilván megállókat is, ugye, mert itt azért szerencsére sűrűn nincsenek a megállók, és nem is nagyon kéne többet berakni. Úgyhogy azért lehetne a busszal versenyképes, mert kevesebb helyen áll meg. Hát nem, az alibi menetrend, az tényleg ilyen minimális, hogy valami járjon, de mégsem, meg az sokszor azért van ilyen lehetetlen időpontokban, ami semmire nem jó, sem munkába, sem iskolába járásra, mert úgy van szabad kapacitás, hogy valamelyik vonatról jön a BZ, akkor azt végig zavarják oda-vissza, és akkor belefér aztán, meg délután ugyanezt még egyszer. Már a Godis a Komlónál volt olyan szakasz is, amikor ugye elindult a BZ Dombóváról, ment egy kanyart közé, elment Komlóra, visszajött Sázsra, aztán utána órákig félre volt állítva személyzettel. Aztán utána kitalálták azt, hogy inkább beforgattak valamelyik vonalról egy BZ-t. Csak hát, hogy az is kevés. Hát a 117-esnek nagyjából ugyanaz, mint a legtöbbnek, hogy hagyták lerokadni, ugye egyre több lassú jár, csináltak egy szar menetrendet, ugye elpátoltak az utasokon, most már be lehetett zárni. A legtöbb mellékvonalnál ez volt, hogyha hagyták tönkre menni, vagy hogyha az nem ment, akkor még rásegítettek egy szar menetrenddel is. Egy 84-esnél volt a tipikusan azért legjobb példa erre, ahol a KK-poldán direkt lekésették a csatlakozást vele. Tehát, hogy úgy ért fel a KK-polnál a BZ, hogy kb. 5 perccel hamarabb elment a gyorsvonat mindkét irányban, nehogy már lehessen szállni. Hát így meg persze, ez az utas szivatás, ez nagyon ment. Ha kellett volna elküldeni a BZ-t, és nem lett volna probléma. És nem is okozott volna az nagy problémát neki, kis terenyén szintén nem volt csatlakozása. De a Budai Békésnél szintén ez volt, hogy sokszor nem a beérkező gyorsvonatokhoz csatlakozott a kisvonat, hanem menetrendi lukakba közlekedett. Leszálltál Budaimba, akkor nem az volt, hogy kb. 5-10 percen belül ment a BZ tovább Békésre, hogy át lehessen rá szállni, hanem akár egy órát várni kellett, mire ment. Meg ugyanúgy megérkeztél, felszálltál a Békésben, bementél Budaimba, és akkor a festői Budaimba gyönyörűen köthettél úgy egy órát, mire jött egy másik onnan, amire tovább tudtál menni. Hát és ráadásul egy vicinális felújításra, mondjuk egy fővonali nagy projekthez képest, az tényleg apró pénz. Mert pláne ugye bontott anyag is van, tehát még arra se kell költeni, ugye sín is van, meg betonaljak is vannak dögiben, még műanyag tiplik is. Meg van, ahol nem is kéne semmi más, még az alaszengrótin, ott annyit kéne csinálni, hogy áttiplizni a betonaljakat. Valami 3,5 kilométeren, meg még 2 kilométeren, meg a talfákat betonaljakra cserélni, és a betonaljak ott is vannak az alaszengróton. Tehát ha az beépíteni csak ami az állomáson van, akkor már majdnem végig is érne. Tehát ott nagyon sok van, ott kb. Egy 1,5-2 kilométernyi pályán kéne cserélni betonaljakra. És hát szerintem, hogyha csak az beépítenék, ami ott van, már sokat segítene. És a többinél is maximum a fatipliket kell műanyagba cserélni, ami szintén nem egy nagy dolog. Az tényleg ilyen filléres tétel, mondjuk egy ilyen 2-3 milliárdos kilométerenkénti árhoz képest, ami egy fővonal felújítása.
Még egy kétvágányos, vagy azért a pályánál egy komplett átépítés, az ennyi. Az ilyen 3-4 milliárd is megvan már. Ahhoz képest viszonylag ez olyan 50-80 millió forint körül van, tehát mondjuk egy kilométernyi nagy projektből meg lehet csinálni, olyan körülbelül a 30 kilométernyi vicinál is, tehát hogyha csak erre is költenének mondjuk tényleg évente, nem is kéne sokat, de mondjuk tudom, évente 100-200 kilométert körül mellékvonal is épülne át bontott anyagokból, vagy legalább bontott anyagokat beépítenék, már nem lenne probléma. Na most egy Rákos 60 felújításnál az legalább 50 kilométernyi vasútvonal és kétvágányú, tehát 100 kilométernyi bontott anyag megvan. Tehát hogyha csak azt beépítenék mondjuk egy évben egy viszinálisban, már nem lenne probléma. Annyi. Tehát ilyen szinten tartásod az már úgy nagyjából kiinduló pontként jó lenne. Még szétoszva több mellékvonal között is, hát évente 100 kilométernyi mellékvonal is átépülne, akkor az már, az hatalmas lépés lenne. Vagy akár csak egy, de az nagyon. Arra meg ritkán van példa. És hát sok olyan mellékvonal van, amit hogyha rendesen átépítenének, akkor az egy forgalmas elővárosi vonal lehetne. Mondjuk a Lajos-Bizsegye az jó példa erre, de például ott van azért a Komárom-Esztergom is, vagy a Komárom-Fehérvár is. Ugye az Esztergom vonalnál, ami szintén halállistás volt még 30 éve, az a 1990 környékén rajta volt a listán, hogy megszüntetendő, de azt is meg akarták szüntetni. Most meg ugye ott is megkapta a teljes átépítés, olyan forgalmas elővárosi vonal lett, hogy kb. 2,5-szeresére nőtt az utasszám. És ez meg lenne a Misein is. Na jó, de hát most már szerintem menjünk aludni, mert hogyha még ebbe is elkezdünk belemenni ilyen témákba, és az nagyon messzire vezet. És sosem lesz vége. Azt majd egy külön live-ba esetleg úgy fogom megcsinálni, de nem így. Na jó, úgyhogy...